Sziasztok, itt újra a formában rovat, hiszen most pénteken van időmérő, ezen a hétvégén az olasz nagy Dion is, a sprint futam is vendége lesz a hétvégének holnap, fél Ma pedig 6 óra körül az időmérőt láthatok, amely egész izgalmas időmérő volt, és azért meglepetéseket is tartogatott. Van hozzá kell tenni, hogy az, hogy a Mercedes motorerő ezen a motorgyilkos pályán, szupergyors pályán jó lesz, azért azt tapasztalhattuk. És ezt nem csak a Mercedesnél, hanem még itt a McLarennél ugyanúgy megláthattuk. De, de menjünk szor sorjában, Nikita Mazepin megint az utolsó lett, kigondolta volna. Képzeljétek, kapott 2-3 tizedet a újra új Jonsz, úgymond Kubicától. Sumartól megint, megint megkapta majd azt az egy tizedet, amit legalább mindig megkap. De általában még többet is. Ő lett ez Sumi a 18. Kubica 19. Tőle egy kicsit többet vártam, mert Szerintem múlt héten többet mutatott, és jobbat. Ez van. Zunoda lett a 17 -dik. Én továbbra is azt látom, hogy Zunoda észonyatosan gyenge. És nem csoda, hogy ő is meglepődött a saját maga a hosszabbításon, hogy jövőre maradhat a csapatnál. Én és sokan mások szerintem még jobban. Nikolás Latifi, William től 16 lett, még George Russell 15 -dik és rasszal megint öt 5 tizet adott Latifinek. E, sajnos ennyi volt a kocsiban. Te, annak ellenére érdekes hogy Merci motor volt e, ebben az autóban. Én szerintem itt a kanyaros, illetve az ilyen sikános részeknél vesztettek, hiszen az autó a többi része nem olyan jó. Hiába elég erős az egyenesben a Merci motor, hogyha az eredmény, amik a, a gyorsítás, a fékek, a kanyaros részeknél, amik azért szintén fontos részét képezik egyébként a pályának gyengék, sokkal gyengébbek mondjuk, akkor ez visszavetheti az egészet. Nem tudok olyan -e jó rákanyarodni az egyenesre tehát az egyenesben nem lesznek olyan gyors végsebességűek, mint egyébként a jó rákanyarítással, a jó fékezéssel, kigyorsítással, amivel valószínűleg nekik nincs meg. Én erre tippelek, és szerintem ugyanezen az Aston martin egy picivel jobb fogban. Hiszen az Aston Martin 12.-11. lett, ugye a Stroll Vettel, vagy Vettel Stroll sorrendben, Fettel kicsit előrébb volt, ugye, de egy tized volt köztük, mind a ketem a maximumot szinte kiosztották a kocsival. Szerintem náluk ugyanez lehet a, a, helyzet. Hiszen nem is költséghatékony annyira a csapat, nincs akkor a költségvetésük, mint egy mercinek. Így valószínűleg az autó többi részre nem tudtak uh, annyit költeni ez a két csapat. Nagy csalódásot viszont a Renault, Alonso a 13 Okon a 14 lett, ők is ők gyakorlatilag három századon belül voltak egymáshoz képest, valószínűleg az autó maximumát szintén kitolták. Mondjuk ezen a motor, gyilkos motorerős fáján várható volt egy olyan erő teljes, pedig meg megmutogatták magukat a szabadzéseken, de akkor ezek szerint ott a benzinnel is azért trükköztek. A nap egyik legnagyobb meglepetés az egyetemen Antillo Giovinazzi volt, aki mostanában az időmérőkön apai tanít 10. tizedik lett, sokáig hetedik helyen trónolt, Ilyenkor sajnálom meg hogy Kimi mindig ah, nem elég, hogy amúgy is szerencsétlen, még akkor beteg is, amikor legjobb lenne a kocsi majdnem elmúlt pár versenyhez képest. Sokszor a környékén, vagy akár minimálisan előtte volt Giovinazzi. Lehet, hogy hajt a szerződésért, vagy nem tudom, hogy most örül, hogy nincs felett a Raikkonen, és így izgalmaktól mentesen tud hajtani, nem tudom, de az utóbbi két futamon, ugye az előző és a mostani nagyon belehajtott. A versenyeken mindig kéne azért előrébb menni pontot szerezni. Most kiderült, hogy az előző versenyen volt egy lassú defektje. <laughs> egy Lassú defektje. Ami állítólag hátráltatta, adta. Lehet, hogy ezért is lehetett olyan az eredménye, ami. De azért az egész futamon azt éreztem ott, hogy nem volt elég gyors. Reméljük ezen majd változtat. De hát holnap még lesz egy sprint futam, ami szinte sok mindent megváltoztathat. Um, Sergio Perez volt a nagy csalódás a véleményem szerint így uh, talán Cunodán csalónzónkon kívül csak uh, Perez inkább pilóta szempontjából saját maga által volt a fő csalódás, mert azért kapott megint több mint 6 tizedet, majdnem hetet verstappen az egy kicsit sok Tudom, ő sosem volt időmére edzés menő, vagy egyébként Rijkenen sem, de Rijkenen azért a legtöbbször nem volt ilyen 6 7 8 10 főleg ilyen sokáig, több mint fél szezonig, azért ez elég sok ez a különbség. Hát, ha holnap mindenindul sárgyra tud menni pár helyen, mondjuk a ferrari leelőzve, akik sose volt messze, ma se, akkor talán jobb rajta lehet, és vasárnap a jó gumibeosztásával, amit szokott mutatni, azért, hogy tud meglepetést okozni, akár egy dobogót is, ki tudja. Charles Leclerc, ugye yeah, 8. lett, Sainz pedig 7. Itt is 400 ban belül volt a két csapattárs, úgyhogy valószínűleg ők is a maximumot nyitották a ferrari -val. Leclerc autóját, hogy valami egyfétával próbálták javítgatni valamilyen okból. De lehet, hogy ez is benne van az, hogy most kivételesen Sainz mögött szerepel, de egész hétvégén jó, ment Sainz az egész Q 1-2-3-ban mind egész jól ment, úgyhogy mondjuk valószínűleg Sainz is felnőtt végre a Ferrarihoz, úgy ahogy. Úgyhogy igazából itt illeti őket, mert ezen a pályán az is csoda, hogy itt ezen a helyen vannak, mert az utóbbi időkben nem olyan jó a motorjuk, hogy ezen a pályán megmutatassák a hazai pályájukon újra a fekete ló erejét. Hatodik lett Pierre Gasly az Alfa Taurial, aki továbbra is zseniálisan teljesít, és több két tizedet adott a ferrari -nak. Azért, na, az Alfa tauri a lelkét is kitolja a kocsinak. Sokan kérdezgették, hogy miért nem megy Perez helyére, és lassan én se értem már, mert annyira konstans és erőteljes teljesítményt hoz. Viszont ne felejtjük, hogy valószínűleg, mint a legtöbb csapatnál azért látszik, hogy pont a Mekinél nem érzem meg a ferrari jelenleg, de van egy első pilóta. Legalábbis a Red Bullnál, a Mercinél biztos, hogy van, és tudja, hogy előnyöket érez, vagy élvez, mert Azért én, én érzem azt, hogy el van egy picit nyomva szerintem a másik pilóták, néha, nem mindig, hát de kettő gyengébbek, mint a két fő de azért néha én, én úgy érzem, hogy kicsit lehet, hogy jobb a kocsijuk hát ilyen fél-egy tizedekről van szó, de és ezt például nem érzem a mclaren nem érzem a Ferrari-nál, nem érzem az Alpine-nál, és lehetne még sorolni, Romeo-nál, érdekes, nem? És Gasly viszont így, hogy tudja, egy hogy Cunoda gyakorlatilag a, nem, hogy a közelében nincs, még a űrtávlatban sincs, így olyan felszabadultan idegektől mentesen tud menni, hihetetlen. Ricardo úgy lett ötödik, képzeljétek el, hogy majdnem hárnyzat adott uh, Alfa Taurinak, és ötöt majdnem a ferrari -nak. ugyanígy Norris, hiszen 6000-re volt a két pilóta, és folyamatot voltak egyás mögött ilyen 10 száz századokra, 20-30 századokra, most meg néhány ezredre a maximumot kitolták a kocsiból, és a kocsi nagyon gyors volt, szerintem azért, mert nagyon erőteljes a Merci motor, és a McLaren egész jó kasztot is épített. Hát nincs olyan szinte, a Red Bull Merci, de nincs vesze ebbe az évbe, azért voltak jó meglepetés eredményeik eddig is, és ezen a pályán ki tudták hozni mind a kettőt, és hát főleg persze az egyenes véri sebességüket. Volt is egy lista, ahol ők kette Ricardo, és mindjárt mögötte Norris volt télen, az egyenesben ők használták ki a legerőteljesebben az autót és a motor itt ezen a pályán. Úgyhogy hatalmas dicséret őket, és nagyon sok pontot vannak szerezni, de azt hozzá kell tenni, hogy ez az a fáj, nagyon fekszik nekik, természetesen ennek a kocsinak. Aztán Max Verstappen úgy lett harmadik, hogy szerintem ennek örülhet, hogy harmadik lett, mert nagyon erőteljes volt, hogy a McLaren nem fogja előzni, akár mind a kettő, de lehet, hogy az egyik legalább. Ez néha meg is történt. A végén összvész három századdal, de leverte őket. Úgyhogy ez, ez, veszélyforrás lehet egy rajtot, illetően például akár már holnap, illetve hát majd a versenyre is, mert ezért ezzel a motor előnyel akár simán leerőszhetik, és Hamilton hogy nagyon sok pontot tud hozni rajta, ugye aki a második lett a Mercedes-szel, ugye majdnem egy, egy, tizeddel lemaradva a Bottasztor. Attól a bottasztól a is felhőtlenül örült, végig mosolygott, ami nem csak rákyünt, hanem tőle is azért általában ritka, két fintől, és ennek a helyre tökre mosolygós kedvében volt, felszabadult volt, egyrészt valószínűleg az lehetett a főbaj, hogy nem volt még jövőre szerződése, és már annak kapott szerződése, egy olyan autónál, ami akár jövőre egész jó lehet, láthatjuk a mostani fejlődését a kocsinak, és ha jövőre még tud fejlődni, az neki már egy nagyon jó eredmény, így is visszalépés lesz, de annál a csapatnál akár kiharcolhat magának egy ilyen és megkaphatja ezt a plusz egy-két tized előnyt még pluszba, amit általában azért egy idő után egy csapat megad egy ismert pilótának. Legalábbis én ezt így érzem. És lehet, hogy ez a felszabaduló erő, ez, ez, is kellett ahhoz, hogy most ezúttal meglepetésként a, a végén leverje hamilton azt a Hamiltont, aki simán első hely béret eh, hát, tűnt erre a, a, kvalifikációra. Úgy tűnt, hogy simán nyerni fog volt, amikor 3 4 vezetett, akár Bottas előtt, itt ezen a qualification -ön. Aztán mégis volt az valamit előhúzott kalapból, pedig ő volt Hamilton előtt, a szélárnyékot Hamilton kapta, de általában azt mondta hogy Bottas, hogy valakit szintén kapott szélárnyékot, úgyhogy lehet, hogy ez is elősegítette azt, hogy ő nyerjen. Ez bőven hoz egy-két-három tizedet, a Verstappen pedig mondom örülhet a harmadik helyért ez látszott is ajta, hogy neki ez még ez is egész jó helyezés egyelőre. A nagy kérdés inkább az lesz szerintem, hogy holnap már akár meg tudja tartani a nagyon egyenesben gyors és a és is a jól szereplő Mekárneket, akik a múltkori versenyen is nagyon jól rajtoltak. A Bottas pedig én azt mondanám, hogy holnap ne engedd el, hogy jutott, ha gyorsabb vagy nála, mert ez eléggé gázolja nekünk, plusz veszélyes is ott Verstappennál és a kell mögötte. Bottas úgy is kap ugye, egy 10 helyes büntetést vasárnapra, mert kicserélték hirtelen a kvalifikáció előtt a motorját, ezért én azt mondom, hogy holnap szerintem feleslegesen elengedni a hamilton ha csak tényleg annyival nem lassabb, ugye, hogy a kötek fő őt. Amúgy meg vasárnap úgyis is Hamilton fog előre rajtolni a büntetés miatt. Viszont akkor mindenki előrébb jön, tehát akkor még érdekesebb lesz majd, hogy Verstappen a második erről, és Norris pedig a harmadik helyről tudnak majd csinálni. Egyben biztos vagyok, hogy McLaren be tud, vele tud szólni a dolgokba. És ha holnap balesetben is keverednének mondjuk, ha jól emlékszem, az új szabály szerint ez nincs hatásra az időmérő és a versenyközti dolgokra, tehát mindenki lehet cserélni, stb. Sőt, ha jól emlékszem, szabad gumiválasztás is van vasárnapra, ami egyébként egy jó taktikai döntés, mert így lehet taktikázni, stratégiázni, ez a nézőknek is akár jó lehet, szerintem meg még de versenyt láthatunk. Na no, hát én itt akartam mondani nektek erről a kvalifikációról, amely végére viszonylag izgalmasá vált, a felelős idő McLarenekkel, a hirtelen McLaren jött Bottas szuperkörrel, és Verstappen, hát idéző szerencsésnek mondható hardik helyével, hiszen ők maguk is elmondták, hogy ezen a pályán a Mercedesnek áll majd a zászló, azt már előre láthatták, láthattuk, meg eddig is így volt, ugye az erős motorpálya miatt, és hát jó volt látni Giovinazzi erősödését is továbbra is, illetve Gasly hatalmas, konstans teljesítményét. Meglátjuk látjuk holnap, mi vár majd ránk, holnap Péterre fogok majd valószínűleg visszatérni, addig is búcsúzom tőletek. Sziasztok!